Besenyő István. Na kérem, Besenyő N-T-U-H-M-A-M István, aki vagyok, azaz Besenyő, nem tudják ugye, hogy mit akarok mondani István. Eljöttem örökre bebizonyítani, hogy nem tudják ugye, hogy mit akarok mondani. Igaz? Nem tudják. Ha nem, hát de. Igaz, a de az az, hogy nem. Érti? Tehát ha nem, hát de. Jó, mondom. Tehát nem. Na, mert kérem szépen, tehát itt azért nem árt, hogyha következőket figyelembe veszik. De ravaszul nézott valaki. Pedig még nem is mondtam el semmit, kérem, de nem tudja, hogy mit fogok. Miért, kérem szépen? Mert azt én nem ígérhetem meg, hogy majd mit fogok mondani később. Igaz? Hát azt fogom mondani, amit akarok. Na de mit akarok? Igaz? Hát arra nem vállalhatok garanciát, hogy amit most akarok, majd azt akarom máskor. Hát igaz? Hát például ide figyel. Hát most akarom azt, amit majd mondok. Most. Tehát most ezt mondtam. Na de mit akarok később? Hát az, hát kérem, tehát az nem vállalhatom, hogy majd később is azt mondom önöknek, amire most ráveszem magukat. Hát hogy vállalnám? Igaz? Hát nem lehet, hát nem ígérhetek olyat, kérem, hogy majd azt akarom később, amit most akarok, de még lehet, hogy most se akarom. Igaz? Hát ezt ő nem tudja, de arra nem tehetek ígéretet, mert egyet figyeljen ide, egy, ami biztos. Ténylegesen azt mondom majd, amit akarom. Na de mit? Igaz? Mert például most ugye akarok valamit, de majd máskor ki tudja. És ezért mondom, kérem, hogy már most nem lehet semmit se tudni. És mi van akkor, hogyha majd más mondok? Ugye? Mert amit most mondok, ahhoz képest mondhatok mást, ha már mást akarok. Igaz? Ugye? És olyan is van, kérem szépen, hogy más mondok, pedig azt nem is akarom. Hanem csak úgy kicsúszik a számon. Igaz? Ezt nem akartam önöknek elmondani. Bocsánatot kérek. Hát elnézést, hogy ezt így elmondtam önöknek. Jó. Hát normális. Hát ez buta ember az ilyen. Igaz? És még az is van, kérem, van olyan, hogy valaki hazudik. Ugye? És akkor itt elmondanám önöknek, hogy tudták? Vajon tudták? Ön tudta? Hát nem tudta, azt se tudja mit. Hát ez a... Tudták, hogy már a régi görögök is hazudtak. A görög-rómaiak, illetve a római görög, tudja. Régi, ezek a filozófus, kérem, ilyen töprengő egyének. Azok, kérem, hazudtak végig, és volt egy valaki, kérem, egy személyiség, aki már akkor megmondta, de ma se igaz, hogy Platón az állam. Normális. Hát hogy lenne már Platón a állam, kérem szépen? Hát nézze meg, a állam ide van nőve arcomra alulra. Hát nem a Platón van, itt van, hát mindenki látja, hogy nem máshol van. Hát hülye az ilyen. És kérem, de jó, tegyük föl, hogy nem itt van a állam, mert annyira leesik a állam, hogy már valahova kell rakni. Na de miért egy Platóra? Hát a Plató az nagyon nagy. Látott már Platót? Hát oda van a teherautóra kasírozva a Plató, kérem. Hát az nagyon nagy. Tudja, mit raktak arra? Betongurigát. Na de nem egyet! Hát 8-at vagy 9-et, tele betongurigával a Plató. Na de nézze meg, hát a állam az ilyen kicsike. Hát ez nagyon nagy a Plató, annak nem kell akkora. Elég egy ilyen kis hasába lakú statív, egy ilyen kis állványzat. Hát hülye az ilyen, na ekkorát hazudott a barom. Ugye?